A szakemberek az újdonságokon kívül a tapasztalataikat is megosztották egymással annak érdekében, hogy minél hatásosabban tudjanak segíteni rászoruló gyermekeken. Az egyedülálló konferencián a szakmai előadások palettája széles, a szakértői bizottságok munkájával összefüggő területeket öleli fel. Konferenciának a célja 4 megyének az összefogása a megyei szakértői bizottságok terén, a diagnosztikai munkának a legfrissebb tudományos kutatásait tulajdonképpen előtérbe tárja. 4 szekcióban logopédia, gyógypedagógia, pszichológia és a súlyos halmozottan akadályozottak szekciójában. A Magyarország egyes területei közötti nagyfokú regionális fejlettségbeli különbségek felszámolása érdekében lényeges az azonos nehézségekkel küzdő régiók eredményeinek megismerése és a bevált jó gyakorlati tapasztalatok megosztása, illetve átvétele. Ezt a célt szolgálja a konferencia, a szakmai bizottsági tevékenységet végző szakemberek szakmai kompetenciájának fejlesztésével, regionális tudás megosztásával. Nagyon fontos az együttműködés nem csak a szakértői bizottságokon belül, hanem az ágazatközi együttműködés jegyében is, ugyanis az orvosi diagnosztika és a gyógypedagógiai diagnosztika nagyon sok mindenben hasonlít, ugyanakkor eltérések is megfigyelhetőek. A mai alkalom arra lesz kiváló, hogy ezeket az álláspontokat tudjuk közelíteni minden témában és minden szakterületen azért, hogy az ellátás a megyénkben és a más megyékben is széleskörűbb legyen, pontosabb és exakt a mai kornak megfelelően. A program hozzájárul a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javulásához. A szakmai előadásokkal és kerekasztal beszélgetésekkel színesített programon a Hajdú-Bihar megyei, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, a Heves megyei, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat szakemberei vettek részt.